A kukoricamóvára 9 csapat érkezett a környékbeli falvakból és községekből. A zentai Horváth Erika elmondása szerint fiatalabb korában mindig a baráti körrel szedték a kukoricát. Valamikor régen, még mikor fiatalabbak voltunk, akkor még nagyon sokat jártunk kukorica szedésre, nekünk is volt föl, vagyis van földünk, és abban az időben úgy szedtük a kukoricát, ugye kézzel, meg góréztunk. Az idén a Felsőhegyi Önkéntes Központ átvette a rendezvényt azzal a céllal, hogy a civil szervezet fiataljai továbbítani tudják a falu hagyományait is. Amit most láthatunk, itt a kukorica szedés, törés, szárvágás folyik, amit régen hogyan szedték az emberek, mennyit dolgoztak kézzel, és ezt most bebizonyítjuk, csak amikor ugye már nincsen a mai világban ez ennek nagyon hagyománya, mert ugye gépekkel dolgoznak az emberek, de mégis elevenítsük fel azt, hogy régen mennyi fizikai munkát vittek bele az emberek ebbe az őszi kukoricaszedésbe. A kukoricatáblától nem messze mindeközben 22 főzőcsapat bográcsában rotyogtak a különféle hagyományos ételek, mint a birkapörkölt, a bab és a körömpaprikás. Ilyenkor nagyon nehéz a zsűrizés, mert nem egy kategóriájúak az ételek, tehát nézzük a zálogot, tehát a sűrűséget, színt és természetesen az ízeket. Ilyenkor többször kell innunk, tehát lemosni az előtte lévő ízeket, hogy pontosan és mérvadóan bírjunk és tudjunk osztályozni. A főzőcsapatok közül volt, aki saját házi készítésű ételeit és pálinkáit is kiállította.